Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Liceum Televízió hírműsorát, a Hírláncot látják. Témáink röviden. A legutóbbi Tech Day programon a Nokia Siemens Networks mutatkozott be. Idén is átadták a dobókardja rendkitüntetéseit. Folytatta győzelmi sorozatát a főiskola női kézilabda csapata. Híreink bővebben. A Matematikai és Informatikai Intézet szervezésében került megrendezésre a 30. Tech Day, amelyen nem csak szakmai kérdésekről esett szó, hanem bemutatásra került a Nokia Siemens Networks gyakornoki programja is. Idén 30. alkalommal rendezték meg a Tech Day nevet viselő előadássorozatot főiskolánkon. A rendezvényen a Nokia Siemens Networks munkatársai, illetve a Morgan Stanley is előadást tartott. Az idei évi elmondata gyakornokot a gátra. Ez nagyon fontos, szellemileg nyitott, innovatív mérnököket tudhassunk a kollégáink között. Ezért is nagyon fontos nekünk az, hogy a felsőoktatási kapcsolatokból minél több diplomás hallgató kerüljön hozzánk. Az előadók ismertették a gyakornoki programot, bemutatták a céget, valamint szó esett a GSM-R-ről, az egységes vasúti telekommunikációról. A bemutató végén az érdeklődők feltehették kérdéseiket, illetve kezükbe vehették a klasszikus GSM készülékeket, tartozékokat. Az EGRI dobókardja rend minden évben ősszel jutalmazza azokat a személyeket, akik Eger városát tetteikben, elkötelezettségben kimagasló szinten reprezentálják. Az idei díjátadás színhelyéül az EGRI vár dobóbástyája szolgált. A dobókardja rend 4 éve minden ősszel kiválasztja azt az EGRI személyt vagy személyeket, akik a város személyiségükben, tetteikben kimagaslóan képviselik. Elismerésül az eredeti magyar vitéz szabja hiteles másolatát adják át, idén Ervárkonyi Ágnes történész és Kopcsik Lajos mestercukrászt érte a megtiszteltetés. Az újratemetés után döntöttük el, hogy Dobó István emlékének másféle módon is szentelünk időt, energiát, és megalakítottuk ezt a rendet, amelynek 10 tagja van. A városi ünnepséget ezúttal az EGRI vár dobóbástyájában tartották, a díjazottakat köszöntette többek között Egerváros polgármestere Habis László is. Néhány nappal ezelőtt hallottam meg, és mikor a telefonon felhívott a hölgy, akkor azt mondtam, ugye viccel velem. Nem illik ezt mondani, de nem akartam elinni. És akkor mondta, hogy meggyőzött engem, hogy én igenis érdemes vagyok arra, hogy megkapjam ezt a hatalmas elismerést. Az eseményen közreműködött az EGRI Kulturális és Művészeti Központ, valamint a Vitézóskola is. A falak ereje nem a kőben, hanem a védők lelkében van. Az EGRI Rotary Club egy tájékoztató keretében ismertette külföldi diákcsere programját. A rendezvényt a Hotel Flórában tartották. A 107 éves Rotary Club 160 országban több, mint 1 millió tagot magába foglaló világszervezet, melynek Magyarországon 47 kirendeltsége működik. A Rotaryt az különbözteti meg a jótékonysági egyéb szervezetektől, hogy ugye bált mindenki tud szervezni, bort mindenki tud kimérni a dobótéren adventkor, de cserediák programja nem mindenkinek van. A Rotary legnagyobb projektje, vállalkozása, hogy például évente Magyarországról 50-60 gyereket küldünk ki szerte a világba, és ugyanennyit fogadunk ugyanazokból az országokból, ahova kiküldjük a gyerekeket. A 8 éves múltra visszatekintő EGRI Rotary Club a diákcsere program már hazaérkezett, és a most itt vendégeskedő középiskolás korú tagjainak beszámolóiból szervezett előadást. A nyelvtanulásban nagyon-nagyon sokat segített a kintlét, megtanultam mindazt, amit az iskolában nem tudtam volna, vagy legalábbis folyékonyan beszélni mindenféleképpen. A diákcsere programot idén a felsőoktatásban résztvevő hallgatókra is kiterjeszti a klub, így 25 év lett a jelentkezés felső korhatára. Önálló koncerttel mutatkozott be az Eszterházy Pál zeneteremben a Jazz Faces együttes. Az énekzene tanszék hallgatóinak formációját dr. Nagy Zoltán, a tanszék adjunktusa vezényelte. Kedden este a Líceumban található Eszterházy Pál zeneteremben a Jazz Faces mutatkozott be önálló koncerttel.
A dr. Nagy Zoltán tanár úr által vezette formáció repertoárjában olyan népszerű számok szerepelnek, mint például a New York, New York vagy a Macskafogó című magyar animációs film zenéi. A Jazz Faces zenekar 2011-ben alakult, körülbelül most ünnepeljük az egyéves születésnapunkat. A nevünkből is hallatszik, hogy jazz zenét játszunk, mégpedig klasszikus jazz zenei repertoárral rendelkezünk. Olyan számokat, amik örökzöldnek számítanak ma már, például Frank Sinatra, Liza Minnelli vagy Gershwin dalok, illetve filmzenei slágereket is a műsorunkra tűztünk. Az egy éve működő zenekar két másik együttes utódjaként jött létre. A korábbi tagok végeztek a főiskolán, ezért szükség volt új tagokra is, de a régi zenekarokból is maradtak meg zenészek. Én a Jazz Faces zenekarban basszus gitározom. A kezdetektől már ott vagyok a bandában, szerencsére, aminek nagyon örülök. Volt már egy korábbi formáció is, aminek szintén a tagja voltam, és hát valószínű, hogy ebből kifolyólag is úgy látták, hogy megvan a helyem ebben a csapatban, és egy éve kezdtük a játékot, azóta számos fellépésen túl vagyunk, és hát szeretnénk minél tovább együtt maradni. Reméljük, hogy a lehetőségek is ezt meg fogják engedni a jövőben is. Bár voltak tagok, akik nem tudtak megjelenni, a koncertet mégis nagy érdeklődéssel fogadták. A művészetben nem számít, hogy az alkotó sérült, fogyatékos vagy épp, hiszen a zene vagy egy festmény a szavakat is pótolhatja. Ezt igyekezett bizonyítani az Egri Kulturális és Művészeti Központ rendezvénye, a Más Fesztivál. A Forrás Szabadidő Központban már 14. alkalommal rendezték meg az Országos Nonverbális Fesztivált. A megnyitót követően Méhes Csaba pantomim művész szórakoztatta az épp és sérült gyermekeket. A művészeti fesztivál elsődleges célja az integráció volt. Két napos rendezvényre közel 400 gyerek látogatott el, az iskolás csoportok maguk is készültek előadásokkal, változatos, zenés-táncos színpadi produkciókat mutattak be. A látottakat háromtagú szakmai zsűri értékelte, majd minden résztvevőt oklevéllel és ajándékkal jutalmaztak meg. A kortárs irodalom megismertetésével segíti a fiatal írópalántákat a Kepes György Szakkollégium keleti verskör elnevezésű szemináriumi foglalkozása, ahol a résztvevők interaktív programhoz csatlakozhatnak. A Kepes György Szakkollégium szervezésével rendezték meg a Kelet Vers Műhely című találkozót, melynek célja az írás iránti fogékony hallgatók megismertetése a kortárs irodalommal. Azután, hogy valaki végigjárta ezt a kurzust, egy sokkal tágabb perspektívából lesz képes tekinteni a magyar irodalomra, költészetre általában, és hozzásegítheti ez a kurzus ahhoz, hogy megtalálja a saját hangját, hogy kialakíthassa a saját egyedi stílusát, ami csak rá jellemző, mindannak tudásának a birtokában, amihez itt hozzájuthat. A 245 perc a tagolt alkalmak első felében a magyar irodalom elméleti megközelítése zajlik. A második szakaszban pedig a verskör tagjai saját költeményeiket mutathatják be. A mai nap még nem kerül sor a munkára, ma még csak egy kis ismerkedős találkozót tartunk, ahol is felmérjük, hogy kire számíthatunk majd, amikor belemerülünk a valódi munkába. A verskör legközelebb 3 hét múlva tart szemináriumi előadást. Online szimulációs versenyekben próbálhatják ki magukat a vállalkozó szellemű hallgatók. A Big One játék során egy képzeletbeli tanácsadó cég munkatársaként üzleti esetekhez kell megoldásokat nyújtani, a KNTH Diákkupa versenyen pedig egy virtuális bank részvényárfolyamának maximalizálására kell törekedni. Az iTech Challenge-re elsősorban informatikus hallgatók jelentkezését várják, itt az IT tanácsadáson és programozási ismeretek fejlesztésén van a fő hangsúly.
Hazai pályán folytatta nagyszerű szereplését az Eszterházi KFS cég Globosis női kézilabda csapata. 4 győztes mérkőzés után az együttes a tabella második helyén áll. A főiskola női kézilabdázói a Szent István építőkese csapatát fogadták az Eszterházi csarnokban. A mérkőzés első fél ideje kiegyenlített játékot hozott, a 13. percben még a vendégek vezettek 3 találattal, a szünetre viszont az EKFSC megfordította az állást. Fordulás után az egriek egyre inkább ellenfelük fölé nőttek, a különbség 2 számjegyű lett. A hazai csapat legeredményesebb játékosai a 10 gólig jutó László Barbara és a 8 találatot szerző Gyimesi Kitti voltak. A miénk végül 34-22-re nyertek, így továbbra is 100%-osak a bajnokságban. Kedves nézőink! Önök a Líceum Televízió hírműsorát, a Hírláncot látták. Viszontlátásra!